Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Nincs az az önkormányzat, aki minden utcáját képes lenne folyamatosan karbantartani. Az önkormányzatok általában ősszel és tavasszal javítják az úthibákat. Így van ez Bátaszék esetében is. Készülve a térre, neki láttak a leginkább balesetveszélyes gócok felszámolásának. A tér közeledtével a meglévő úthibák nem csak a közlekedőknek, de az esetleges hóeltakarítóknak is gondokat okoz. Arról nem is beszélve, hogy a csapadék aláztatja a burkolatot, és fagyás után tovább rongálja az útfelületet. Ezeknek a folyamatoknak a megelőzésére ősszel a leginkább érintett útszakaszokon kezd javítási munkákba az önkormányzat. A város most a forgalomra veszélyes kátyukat, illetve azokat a kátyukat, amik hátráltatják a téli útüzemeltetést, ezeket kívánja megszüntetni a felméréseket követően. Ilyen helyeken lesz például, mint a Vörösmarty utca, a Dolina utca és a város számos helyén még. Ez az őszi kátyúzás közel 1,3 millió forint értékben fog megtörténni. Tavasszal is volt már kátyúzási munka, itt ugye a téli burkolatromlás további megakadályozása céljából végeztettünk kátyúzási munkákat. Ez így ebben az évben közel 4 millió forint bruttó összeget tesz ki. A mostani kátyúzás előkészítése során több mint 20 olyan úthibát jelöltek meg, melyek kijavítása nem tűr halasztást. Mindez megközelítően 70 négyzetméter útfelület javítását jelenti. Ezeknek a kátyuknak a megszüntetése legkésőbb, ugye, hogy az időjárás is engedi, illetve az aszfaltkeverő telepek működnek, bízunk benne, hogy november 30-áig ez meg fog valósulni. A legkátyusabb utcák a tekintetben, hogy egy teljes koporréteget kapjanak, ez majd a következő évi pályázatoknak a beadásán, illetve azoknak az elbírálásán fog majd múlani. A város több utca kopó felületének felújítására nyújtott már be pályázatot, hogy ezek közül mi valósulhat meg, az elbírálás után derül majd csak ki. Az elmúlt esztendőben Bátaszék 2,5 millió forintot költött a kátyuk megszüntetésére. Ez több mint 15 utcát érintett. Folytatódik az a zöldítési program, mely 2015 óta folyik a városban. Olyan program ez, melynek hatására egy a környezetére igényes és arra nagyon vigyázó kisváros képe rajzolódik majd ki az ide látogatók előtt. A program jövőre is folytatódik. Ha egy város nemzetközi elismerésben részesül a környezetvédelem területén, ez nem csak dicsőséggel, de felelősséggel is jár. Így van ez Bátaszék esetében is. Az év európai fája díj után a város zöldítése a városvezetés egyik céljává vált. A munka már 2015-ben elkezdődött. Mindenképpen fontos volt számunkra, hogy a város központjában egy olyan zöld felületeket alakítsunk ki, amely egy kisvárosi megjelenéshez feltétlen szükséges. Ezért el is kezdtük már ezt a folyamatot, hiszen 2015-ben elkészítettük azt a zöldítési programot, ami a posta épületétől egészen föl a Kövesdi utca kereszteződéséig a Budai utcának a zöldesítési elképzelését tartalmazza. Több ütemre bontottuk, hiszen egyben ez egy nagyon nagy falat lett volna, és éves költségvetések egyben nem bírják el ennek a megvalósítását. Így 2015 óta minden esztendőben végeztünk részfeladatokat is. Hát követtünk el hibát is, és ezt is be kell vallani, hiszen a templom előtt a zöldesítési tervünk során a rózsákat sajnos kivágtuk, de néhány napon belül ezeknek a pótlása meg fog történni, hiszen mi is úgy gondoljuk, hogy a város egyik éke volt a templom előtti rózsasor. Ennek a telepítése megkezdődik. Emellett az erre az esztendőre tervezett fásítási programot is végrehajtottuk, hiszen közel 1 millió forintért 11 néhány darab facsemete került beépítésre és beültetésre a Bezerédi utcától a Kövesdi utcai szakaszig. 2020-ra tovább folytatódik a fásítási program. Igaz ez, az eddigieknél költségesebb és forgalomtechnikailag is bonyolultabb lesz. A cél, hogy miközben zöldebb lesz a város, mindez ne okozzon parkolóhely csökkenést.
Ez már egy költségesebb feladat, hiszen a Bezerédi utca és a templom közötti parkolókkal, kerékpárúttal, szilárd burkolattal rendezett területekre kellene úgy facsemetéket beültetni, hogy egyrészt a burkolatot kell majd megbontjuk, kialakítsuk a megfelelő élettereket a fáknak. Ezt valószínűleg ezt a szakaszt több ütemben, több évre bontva tudjuk megvalósítani, de tervünk az, hogy néhány éven belül ez a szakasz is zöld városként tudjon megjelenni az Bátaszéken. Igyekszünk olyan műszaki megoldást kitalálni, ami a parkolóhelyeknek a számát nem fogja csökkenteni, viszont látjuk azt, hogy feltétlen szükséges, hogy egy kis fásítással, zöldesítéssel ezen a szakaszon is megjelenünk. Ez teljes egészében városi forrásból kerül majd megvalósításra. Elkezdjük, hogy 2020-ban mennyi lenne ennek a bekerülési költsége, és a költségvetési tárgyalások során mindent elkövetünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben és lehető legnagyobb összeggel ez bent tudjon maradni, és meg tudjuk valósítani 2020-ban. Minden lehetőséget ki fogunk használni annak érdekében, hogy egy környezetbarát kisváros képét tudjuk mutatni az ide látogatóknak, mondta Bozsonyik Robert. És fontos az is, hogy a bátaszékiek jól érezzék magukat a településen, és ehhez szükséges a környezet szépítése, formálása. Most rövid reklám következik, majd ezt követően a továbbtanulás segítő pályázat lehetőségeiről esik majd szó, maradjanak velünk! Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Hamarosan lezárul az a pályázati rendszer, melynek segítségében a szociálisan rászoruló családok gyermekei kaphatnak támogatást a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez vagy folytatásához. A Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerben az önkormányzat segítsége mellett a nyertesek automatikusan állami kiegészítést is elnyernek. A Bursa Hungarica pályázat azt a célt szolgálja, hogy a szociálisan hátrányban élő családok gyerekei is kaphassanak támogatást a tanulmányaik folytatásához vagy megkezdéséhez. A jelentkezési határidő a napokban zárul, és a beérkezett kérelmeket a Város Szociális Bizottsága bírálja majd el. A nyertes pályázók az önkormányzat segítsége mellett 5000 forintos állami támogatásban is részesülnek. A pályázók egy Eper Bursa felületen kell regisztrálniuk, és úgy tudják a pályázati űrlapot kitölteni, utána pedig a kinyomtatott űrlapot aláírva a hivatalban kell a szükséges kötelező mellékletekkel benyújtani. Két típusú pályázat van, az A és a B típusú. Az A típusúra azok nyújthatják be az igényt, akik felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton teljes időben hallgatók, illetve szociális rászorultság alapján jogosultá válhatnak, és az egyfőre jutó jövedelem a családban az a kiírás szerinti összeget nem haladja meg. A kötelező mellékletek az A-típusú pályázat esetén hallgatói jogviszonyigazolás, az egyfőre jutó jövedelemnek az igazolása, ezen kívül a szociális rászorultsághoz attól függően, hogy milyen szociális rászorultságról van szó a szükséges nyomtatvány, például a munkanélküliség fennállása a családban, vagy hogyha súlyos betegség fordul elő, akkor orvosi igazolás. Tehát ezek a pályázati kiírásban szerepelnek, hogy milyen igazolásokat fogadunk el, és Bátaszéken lakóhelyen rendelkeznek. A B-típusúra azok lesznek jogosultak, vagy azok jogosultak, akik érettségi előtt állnak, vagy már érettségizettek, még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, de szeretnének
szeretnének tovább tanulni, és itt is a szociális rászorultság feltétel, illetve báltaszéki lakójel kell rendelkezni. A B-típusonál nyilvánvalóan a hallgatói jogviszonyigazolás még nem lehet, tehát ez nem kötelező melléklet. Az egyfőre jutó jövedelem a 114 ezer forintot nem haladhatja meg. Ellenkező esetben a család nem jogosult a támogatásra, mondta Konyicné Varga Erzsébet jegyző. Árva, félárva, vagy pedig súlyos betegség fordul elő a családban, akkor ez a jövedelem határ 128.250 forint. A képviselőtestület az ösztöndíj programra 1 millió 600 ezer forintot különített el, úgyhogy a Szociális Bizottság december 5-ig a beérkező pályázatokról döntést hoz majd, és ezt az összeget tudja felosztani a pályázók között, maximálisan havonta 10 ezer forintot tud megállapítani a pályázóknak, attól függ, hogy hány pályázat érkezik be, hogy ez az összeg hogy kerül felosztásra majd a jogosultak között. Ehhez járul még az előbb említett állami támogatás 5 ezer forintos mértéke is. Országosan évente több mint 22 ezer pályázó részesül támogatásban, és ez éves szinten 2 milliárd forintot jelent az országos büdzséből. Tavaly Bátaszéken 14 tanuló vehette igénybe a támogatásnak ezt a módját. Azt minden bátaszéki tudja, hogy a Petőfi Sándor művelődési házat már régen túlhaladta a város. Az is közismert tény, hogy a saját forrásban nem lesz képes új a város igényeit kielégítő intézményt építeni az önkormányzat. Ami lehetősége van, az a jelenlegi épület folyamatos korszerűsítése. Az elmúlt években ez meg is kezdődött, a munka jelenleg is tart. A napokban a fűtésrendszer korszerűsítése zajlik. Ahol eddig zene szólt és táncosok léptei dobogtak, a közönség élvezettel figyelte az előadást, most kopácsolás, fúrás, faragás zajlik. A székek helyét munkapadok foglalják el, és szerszámok hevernek az asztalokon. Nagy a sürgés a Petőfi Művelődési Házban, hiszen a hideg idő beállta előtt el akarnak készülni a korszerűsítés következő elemével, a fűtésrendszer megújításával. A munka szerves része annak a folyamatnak, mely az intézményt a lehetőségekhez mérten egy városi műfázzal szemben elvárható állapotba hozza. Itt az iroda nagyjából elkészült, megkaptuk az új vezetékeket, illetve a radiátorokat, amelyeknek nagyon örülünk, és a fűtéskorszerűsítés javában folyik a Petőfi Sándor művelődési házban. Hogyha kimegyünk, láthatjátok, hogy a nagy teremben javában folyik a munka, de az egész házban láthatók a pozitív változások. Ez most nyilvánvalóan egy kis felfordulással jár, illetve türelmét kell kérnünk azoknak a csoportoknak, egyesületeknek, kluboknak, amelyek itt tartották a próbáikat, rendezvényeiket, összejöveteleiket, de bízunk abban, hogy egy másfél héten belül újra rend lesz a művelődési házban, és akkor már sokkal optimálisabb körülmények között tudnak ők is itt dolgozni velünk. Az az igazság, hogy nagyon időszerű volt a fűtéskorszerűsítés a művelődési háznak. Az volt az alapvető probléma, hogy amikor ezt megcsinálták évtizedekkel ezelőtt, akkor nem gondoltak arra, hogy szakaszolni kellene. És így nem volt lehetőségünk arra, hogy mondjuk amikor az irodát fűtjük, mert itt dolgozunk, akkor teszem azt, szabályozzuk a nagyterem, a színházterem fűtését. Ennek következtében azért egy-egy ilyen téli hónapban hatalmas összeg lett a fűtésszámla, a gázszámla, és hál' Istennek ennek a beruházásnak a következtében, hát jócskán fog ez csökkenni, és ennek mi nagyon örülünk. A csoportok egyelőre vadszünetet tartanak, vagy a város más közintézményeibe szorítanak maguknak próbahelyet. A Petőfi Sándor Művelődési Ház korszerűsítésére a tavalyi esztendőben 4,4 millió forintot költöttek, amikor a villamos hálózatot újították meg. A mostani fűtéskorszerűsítés 12 millió forintot emészt föl az éves költségvetésből. Az elmúlt ciklusban a német önkormányzat kiemelkedő eredményeket ért el, elég a kis busz megszerzésére, vagy a német tanúsvény felállítására gondolni. A testület mellett működő egyesülettel kialakított harmonikus kapcsolat egyik fontos következménye, hogy a fiatal generáció is bekapcsolódott a nemzetiségi hagyományőrző tevékenységébe. Ez kívánja erősíteni a következő ciklusban is a most felállított önkormányzati testület is. A
magyarországi németek országos önkormányzatának 2014-ben kidolgozott úgynevezett Zukunftskonzeptiót, a jövő koncepciójának a megvalósítási elemeit lehet itt látni. Ott döntöttük el, hogy olyan magyarországi németek által lakott településeken bemutatjuk részint a gyökereinket, a jelenünket, és hát ebből következik egyben a jövőképünk is, és egyben hát szeretnénk ezzel a magyarországi németség tekintélyét, presztízsét tovább emelni, hogy ilyen szempontból is hozzájáruljunk a német nemzetiségi identitás emeléséhez. Ezek a gondolatok a német tanösvény felavatásán hangzottak el. Ez volt az elmúlt ötesztendő talán egyik legnagyobb horderejű akciója, melyet a német önkormányzat és a német egyesület közösen szervezett. Az identitás megőrzése, a kulturális hagyományok továbbéltetése a mindenkori, így a mostani újraválasztott testület számára is kiemelkedően fontos feladat. Schiffer Istvánt ismét az önkormányzat elnökévé választották. Így először az elmúlt időszak sikereiről beszélgettünk. 2015-ben a város segítségével sikerült egy 9 személyes buszra szert tenni egy német pályázat kapcsán. Német belügyminisztérium pályázat alapján nyertünk egy sikeres pályázatot, aminek az önrészét a város állta, és ezáltal sikerült szert tennünk erre a kis 9 személyes buszra, amit most ételszállításra is használnak, látják a város közlekedők, kis buszt az emberek. Hát igazából a tavalyi évben egy fiatalítási programon esett át a Német Egyesület, egy fiatal agilis csapat került a Német Egyesület élére, és hát velük is nagyon szorosan együttműködünk, szinte napi kapcsolatban vagyunk az elnök úrral, Kardos Gáborral, és hát a programokban közösen állítjuk össze a programokat, közösen intézkedünk ezekben az ügyekben, és tehát egy német, egy dolog, tehát két különböző szervezetről van szó, az egyesület és az önkormányzat, de egy németség van, és ezért egy németségért közösen dolgozunk. Tánccsoport igazából a Német Egyesület működteti, de most úgy érzem, hogy több fiatalt sikerült a tánccsoporthoz bevonni. Az idősebb korosztállyal egy kicsit nehezebb a dolguk, mert tehát vidéken dolgoznak, vidéken tanulnak, nehezebben lehet összehozni, tehát pénteki napra jön mindig össze a próbájuk. A város és az önkormányzat között kiemelkedően jó a viszony és a munkakapcsolat, mondja Schiffer István. Bármi gondunk van, problémánk van, sikerül megoldani, tehát támogatásba is mellénk álltak, anyagilag is támogatnak bennünket, úgyhogy tehát én azt mondom, hogy ha ez a következő 5 évben is így sikerül együtt gondolkodnunk, akkor és már biztos, hogy sikerül, tehát akkor nem lesz gondunk biztos. Eddig 3 fős testületünk volt, és a regisztráció kapcsán, tehát 144 fős regisztrációnk van, ez alapján 5 főre bővült a képviselőtestületünk, és sikerült a fiatalítási programot végrehajtanunk. Így a 3 fős régebbi, úgymond régebbi csapat mellé 2 fiatal sikerült bevonni, a Heringes Zsoltit és a gombkötő Kremény Krisztit. És hát a város történetében először volt ilyen lehetőség, hogy a Krisztinak az országos önkormányzatnál kapott pozíciót, a Zsolti a megyei önkormányzat bizottságába, és Kardos Gábor az egyesület elnöke, viszont a megyei önkormányzatnak lett az alelnöke. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres év, mert sikerült zárnunk, és egy nagyon sikeres 5 év elé nézhetünk, mert a város történetében még ilyen nem volt, hogy ennyi pozíciót, ilyen fontos pozíciókba sikerült helyet kapnunk. Folytassuk az eddigi együttműködést az egyesülettel, bővítsük még a taglétszámot, amennyire lehet, még több városi németet sikerüljön bevonni a programunkba, mert a városban azért ennél a 144 főnél lényegesen több német él, német ajkú ember él. Tehát ezeket még, ez a cél, hogy ezeket még megszólítani és magunk köré gyűjteni, bevonni az egyesület működésébe, életébe. Próbálunk együtt gondolkodni az egyesülettel és egy irányba menni,
és a megszokott, a eddig bevált programokat, azokat szeretnénk megtartani, és esetleg még újakkal bővíteni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!